Ék is már túlzott elnyomás. Oké? De az emberek még a 20%-ban valahogy belemennének, érted? Úgy tokkal, vonóval. Na most kérde, tehát ugye minden elnyomás, amit rád erőszakolnak, és nem egyeztél bele. Ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Tehát minden, ami az életedben történik, és rád erőszakolják, és te nem egyeztél bele, akkor azt elnyomásnak nevezzük. Világos? Tehát nem úgy egyeztél bele, hogy rád erőszakolták, azt is, hogy beleegyez, tudod? Mert akkor az megint elnyomás. Na most akkor nézzük meg, hogy vajon a mai társadalomban van-e elnyomás. És tudod, mi a baj ennek a leginkább? Az, hogy az emberek ott boldogtalanok, ahol jelen van az elnyomás. Tehát te azt látod, hogy röpködnek az emberek? Mármint úgy értve a röpködést, hogy tök jó állapotúak? Legalább mondjuk jókedvűek? Állandó jelleggel? Hát biztos nem ezt látod, nem? Tehát az a minimum, hogy egy embernek állandó jelleggel jókedvűnek kéne lenni. Nem? Mondjuk onnan, hogy fölébred, odáig, hogy lefekszik. Mert az a tudatosság időszaka. És az alatt, az időszak alatt jókedvűnek kellene lenni. És ha nem jókedvű, hát akkor ott jelen van az elnyomás. És az elnyomás nem csak az, hogy dolgozol mondjuk 400 ezer és marad belőle 130, nem csak ez. Hanem az is, hogy például mondjuk dolgozik mondjuk a párod mondjuk egy munkahelyen, és ott valamint kiakad a párod, és akkor hazajön és veled veszekszik. Csak most mondtam egy példát. Tehát az is elnyomás. Tehát neki nem szabadna olyan helyen dolgozni, ahol kiakasztják őt. Érted? Mert az ember úgy működik, hogy kapja az elnyomást, és továbbadja az elnyomást. Hát nézd meg! Például azok az emberek, akiknek mondjuk hitelválság csapdába estek. Azok nézd meg, hogy utána, mikor kiderült, hogy beleestek ebbe a csapdába, utána jobb lett az emberi kapcsolataik? Biztos, hogy nem. Hanem az tuti többet veszekedtek, vitatkoztak, stb. Stb. Mint előtte, ez hol biztos. Tehát az ember úgy működik, hogyha vannak gondjai, problémái, az elnyomás következtében vannak. Érted? Hogyha neked nem lennének gondjaid, problémáid, akkor te nem kapnál elnyomást. Világos ez? Ez a fő probléma a bolygón. Hogy van a lakosság 1/5-e, akire ha bevizsgáljuk, már pedig ezt is tudjuk, az embereket bevizsgálni, hogy ki az elnyomó és ki nem, a lakosság 1/5-e elnyomó. Az egész bolygón. De ez Magyarországra is igaz. És az a fő probléma, amikor ezek az elnyomók pozíciót kapnak. Hatalmat kapnak. Hát ez a fő probléma. És ugye az elnyomás azt jelenti, hogy van egy kényszerképzete az illetőnek, hogy az neki rossz, hogyha a környezetében lévő emberek boldogulnak. Érted? Tehát ez egy kényszerképzet. Ez nem valós, ez kényszerképzet. És ezért legszívesebben az összes olyan embert, amelyik esetleg netántán jobban boldogul, vagy úgy boldogul, mint ő, azt valahogy el kéne tüntetni, érted? Valahogy kivonni a forgalomból.
Tehát így működnek, így ilyen kényszerképzetük van. És ennek a 20%-nak a 20%-a az igazán veszélyes. A 4%. Tehát akkor van nagyon nagy gáz, bármilyen közösségben, vagy országban, vagy a bolygón, hogyha ez a 4% kerül a hatalomra. Például mondjuk ebben a 4%-ban volt Hitler, Napóleon, stb. Stb. Sztálin, stb. Stb. És még lehetne sorolni. Mit tudom én, Néró császár, stb. Ez 4%. Amikor ez a 4% kerül hatalomra, na akkor az embereknek annyi. Akkor válogatás nélkül nyírják az embereket. És egyre inkább nem tudom, figyeled, hogy e felé haladunk. Megint csak. Tehát nem csökken az elvonás például, hanem nő az elvonás. Évtizedek óta szépen nő az elvonás. Tehát ha például azt mondják, hogy jó, akkor ezen a területen, mondjuk a bérek területén, mondjuk kevesebbet vonunk el. Tehát mit tudom én, azt mondja, hogy nem felét vonjuk el, hanem mondjuk 45%-át a ténylegesen megtermelt jövedelemnek. Igen ám, de akkor más területeken meg még többet elvon. Érted? Tehát úgy találják ki, hogy ez egy jó propaganda fogás, hogy tudtam, rezsicsökkentés. Ez egy jó propaganda fogás. És akkor mellette meg máshol meg többet vonunk el. Oké? Okay?